Tisztelt polgármester úr, újból megköszönöm, hogy elfogadta a meghívást első közéleti klubunkon való vendégeskedésre. Az Országos Cigány Misszió és partnerszervezetek nevében köszönöm azt, hogy engedte, hogy betekintést nyerjünk magánéletébe, munkájába. Hogyan érezte magát a Beszéljük meg közéleti klubban ma este? Jól éreztem magam. Megmondom őszintén, én magánéletben is éppen olyan vagyok, mint a közéletben. Tehát mondhatom, hogy az életem egy nyitott könyv, hiszen így zajlik gyerekkorom óta, tehát abszolút nincsenek titkaim, jelenlévők is ismernek. Én szerintem a bizalom alapja az, hogy ismerjük meg egymást. Nyilván olyan szinten, hogy amennyire ez megtehető, és hogyha ezzel tudunk esetleg egy kis példát mutatni, vagy egy emberi kapcsolatot megerősíteni azzal, hogy a másikat közelebb engedjük magunkhoz. Ez azt a filozófiát követi, amit én is a városvezetésben alapelven megtartok, hogy ismerjük meg egymást, legyünk jó közösség, szeressük egymást, és akkor ez a nehéz élet is talán egy kicsit könnyebben elviselhető. Mi a véleménye ezekről a közösségi alkalmakról, és milyen tanácsai, esetleg jó kívánságai vannak a leendő hallgatóság számára? Hát először is gratulálok, hogy belevágtak ebbe a programsorozatban. Nagyon fontosnak tartom, meg jónak tartom, biztos nem lesz könnyű dolguk, hiszen egy jó kezdeményezés, egy figyelemfelhívás, esetleg probléma megoldás is lehet ez a fórum. Közelebb hozhat egymáshoz embereket, civileket, társadalmi rétegeket, problémákat hozhat a felszínre. Mindenképpen hozzátartozik ahhoz, hogy a város társadalmi élete kiegyensúlyozottabb legyen. Én azt kívánom, hogy legyenek nagyon kitartóak ebben, mint másban is, hogy azt a munkát, amire vállalkoztak a cigány misszióban, a cigányság felzárkóztatása, szocializációja, munkával történő ellátása, esetleg nem közvetlenül nyilván a misszió feladata, de közvetett módon pályázatok által ez sikeres legyen, mert az egész magyar társadalomnak, Békésnek most helyileg nyilván, de az egész magyar társadalomnak ez nagyon fontos feladat, és ez sok erőt és az Isten áldását kérem a munkájukra. Köszönjük szépen, és még egyszer köszönjük a segítséget, a támogatást. Szívesen.